Start! Jeletlen három évesek versenyével folytatódik a program. Dore azért messze van eléggé a startnál, de azért a többiek sem voltak éppen egy vonalban. De Piero, hogy legutóbb most is nagyon gyorsan kezd, és elrohan vezetni. Kicsit gyengében indul Danubio Lux, ami nagyobb probléma, hogy a startot követően elkezd galoppozni. Szokolán László kezében Danubio Lux alig, ha nem ki fog esni a versenyből. De erős fiú, új istálóban jól kezd, és ott van Del Piero hátán. Del Pieroval pedig Hajnal Tibor talán egy picit azért megpróbál majd spórolni. Dollármaker jelenleg a harmadik, Domicella pedig a negyedik pozícióban, Didi Éti mögött, zárkózóban a többiek, Dakota Szigál vezetésével próbálkoznak. Hát a top favorit Drina Team nem kezdett tökéletesen, egyelőre a vezető lótól, hát legalább 40 méterrel leszakadva, mögötte csak Demos, illetve Dore. Akkor, amikor bő egy kör van még hátra, Del Piero előnye még mindig legalább egy hossz, derűs fiúval szemben. Dollármaker mellett pedig megindul méghoz elég komoly lendülettel a harmadik spurban, DD80, illetőleg második spurban szerencsésebb helyzetben Dollármaker, aki föl fog esetleg érni a vezető lóz, hiszen nem engedi maga elé semmiképpen sem DD80. Del Piero mindeközben vezet derűs fiú előtt, harmadik helyen Dollármaker, aztán az elég szerencsétlenül a kanyarba érkező DD80 csúszik is vissza, most a pillanatban ott az ötödik, hatodik helyen versenyez. Az élen Del Piero továbbra is, Del Piero húzza a csapatot, mögötte derűs fiú, majd pedig Dollármaker, ez a vezető hármasunk. Megindul ismét DD80, aztán ott láthatjuk Dakota Seagalt is továbbra is jó pozícióban, a háttérből pedig Domicella próbálja visszanyerni korábbi jó pozícióját. Közelítenek az utolsó kanyarhoz, és Del Piero lendülete most nem törik meg, mögötte pedig ott van derűs fiú. És egyelőre a vezető kettőshöz nem igazán tudnak csatlakozni a többiek. Dollármaker, DD80 fejfejt a harmadik, negyedik helyen. Domicella úgy tűnik, hogy ezért komolyabb javulással jelentkezik. Szemekül zárkozik, ott lehet a dobogon, és Drina Team is megindul. A vezető kettős viszont nem lesz könnyű utolérni. Főleg talán derűs fiút, aki egyelőre kicserélt lóként versenyezve, könnyedén támadhatja majd Del Pierót az utolsó 200 kezdetén, de a háttérben Domicella is ígéretesen zárkózik. Hátra még 150 méter, derűs fiú Angyal Andorra most már egyértelműen elő van, Domicella azonban nagyon-nagyon jön a háttérből, derűs fiú vagy Domicella, Domicella lépésről lépésre közelít, és van még hátra legalább 10 méter, derűs fiú vagy Domicella, derűs fiú, éppen csak, de hazaér Domicellával szemben, Del Piero lesz a harmadik, csak negyedik a favorit Drina Team, DD80, Dollármaker, Demos, mögöttük a sorrend. Start! Ebben a pillanatban elindult a Kincsen Park Kupa ötödik futama, két durván hibázó ló is, Ulrika M, illetőleg Donia Doné, akik gyakorlatilag ezzel véletlenül kiestek a versenyből. Aki átveszi a vezetést, az Always Winner, aztán hibázott Blazing Speed is ott a háttérben, tehát ez is olyan búcsú szimfónia jelleget ölt. Aki vezet Always Winner mellé pedig Kono Szán fog odaérkezni a második pozícióba. Ők húzzák a mezőnyt, aztán Kelvin van a harmadik helyen, majd a második soros Best Boy kapta el nagyon jól a start pillanatát, és ott üget a negyedik, ötödik pozícióban. A még versenyben lévő lovak gyakorlatilag egy olyan 20 méteren belül tudnak elhelyezkedni. Menet közben ugye Kono Szán vette át a vezetést Always Winnertől, harmadik pozícióban továbbra is Kelvin színei látszanak, aztán jönnek szépen sorban a többiek, Boss is viszonylag jó pozícióban, bár hátul helyezkedik el, de onnan ő még bőven tud előre jönni, ő zárja egyébként magát a mezőnyt. 1600 méter van még hátra az idei Kincsen Park Kupa 5. futamából, hárman ugye gyakorlatilag kiestek a versenyben, bár Blazing Speed óriási lendülettel zárkózik, úgyhogy akár még azt sincs kizárva, hogy valamiféle szerephez tud majd jutni. Kono Szán diktálja a tempót, folyamatosan a starttól kezdve mindig nagyon sok van hátra, Always Winner a második, Kelvin a harmadik, Barakelses felvállalja Turusz Gáborral a második pozíciót, és próbál egy kicsit közelebb keveredni a fronthoz, és a két második soros ló, Best Boy és Zippy Boy is nagyon-nagyon jól tartják magukat ott a 5.-6. hely környékén, kifejezetten jó pozícióból várják a folytatást, de mögöttük Bossi sincs messze, és úgy fest, hogy Blazing Speed is talán még igazán versenybe tud majd kerülni. Így van, megkapta a csatlakozás. Nagyon frissnek látszik az élen ügető Kono Szán. Semmit nem lankad az általa diktált iram, mögötte pedig Always Winner. Itt a végig második spurban versenyző Baraka SS pedig megpróbálja majd megindítani ott a folyosóba az előtte látott űrbe hajtója, és gyakorlatilag tapad rá folyamatosan Mandics Richarddal Zippy Boy.
úgyhogy még ő is odaérkezett, Blazing Speed pedig ismételten hibázott, úgyhogy vélhetőleg annyi a versenyének. Kono Sán mindeközben nagyon-nagyon magabiztosnak tűnik, előnye egy olyan 2-2,5 hossz is meg lehet Always Winnerrel szemben, aztán kivette hajtója Kelvint, megindítja és megindulni látszik Best Boy is, aki folyamatosan ott belül tudott versenyezni, és érkezhet oda majd a végküzdelembe. Akkor, amikor jönnek az utolsó kanyarra, Kono Sán továbbra is frissnek tűnik az élen, sőt, talán gyorsított is. Kono Sán az élen az utolsó kanyar közepén galoppozik, Best Boy kimondott a jó pozícióban, a harmadik spúrban pedig Zippy Boy igyekszik egyre közelebb a fronthoz. Kono Sán az élen, azonban lassaskán kezdenek hozzá közelíteni, bár persze csak néhányan, mert ugye egyre inkább esik szét a mezőny. A második helyen Kelvin, Zippy Boy lendülete és egy picit talán megtörni látszik, Baraka esési csatázhat a dobogós helyekért. Kono Sán az élen, de egyértelműen kezd fáradni. Jön Kelvin, jön Zippy Boy, Kelvin középen, Zippy Boy pedig mellette, Kono Sán még egyelőre elő van, de nagyon-nagyon jönnek a többiek. Zippy Boy Mandici Hárdal átveszi a vezetést, és Zippy Boy nyeri a Kincsen Park kupa fordulót. Zippy Boy, Kono Sán, Kelvin az első három, Bossi lesz majd a negyedik, Barakás és az ötödik. Start. Elindult a nap főfutama a kétkörös Mount D mezőnye, és a szuper favorit Bobby Fischer nagyon-nagyon erősen kezdett Juhász Balázzsal. Be tud menni a falra mögötte, ott láthatjuk Bosporus Ent, majd pedig Zadar M a következő lovunk. Szelerina Bosz hamar föladta a legbelső starthely, nyújtotta előnyöket, visszaesik a negyedik helyre, az ő hátán ott van Firefly Shadow, és Benji az, aki a mini mezőny jelen pillanatban zárja. Tökéletes libasorban halad a mezőny Bobby Fischer vezetésével. Bobby Fischer magához képest szerintem inkább közepes tempót diktál, de ne felejtsük, azért ez mégiscsak 2400 méter, mögötte Bosporus N, illetőleg Zadar M színei látszanak, senki nem próbál javítani a helyzetén, a pozícióján, úgy látszik mindenki megelégszik azzal, ahol most éppen van. Érkeznek a második kanyarra, és az élen Bobby Fischer meglehetősen közepes tempót diktálva. Gyorsan kezdett, elment vezetni a favorit, azóta pedig egyelőre kontroll alatt tartja az eseményeket a versenyt. Azért van két hossz előnye, nem engedi különösebben közel magához a többieket. Bosporus Enna a második, Zadar M jelenleg a harmadik, bent a falon, libasorban mindenki. Celerina Bosz a derbi egyik reménysége, ott van a negyedik pozícióban. Majd érkezik a két tréningtárs, Firefly Shadow, valamint Benji párosa, ők is egymás mögött. Talán majd most lehet némi változás, vagy hát talán gyorsulhat a verseny, meglátjuk, mert hogy Celerina Bosz kiveszi Veljko Mazsitja a negyedik pozícióból, gyorsít most már a kanca, és egy körrel a vége előtt meg fog érkezni a vezető favorit Bobby Fischer mellé. És tulajdonképpen ezzel húzza magával Firefly Shadow-t is, aki nagyon sokat javított úgy szintén a pozícióján. Az élen azonban továbbra is Bobby Fischer, aki szemmel láthatólag a nagyobb csapás számra váltott. Ez köszönhető annak is, hogy Celerina Bosz megpróbálja őt valamilyen módon gyorsabb haladásra ösztökélni, megpróbálja megtámadni. Egyelőre nem tudott hozzá közelebb kerülni, bent a falon Bosporus Szent még mindig hősiesen jól tartja magát. Aztán pedig Zadar M-et láthatjuk, illetőleg Firefly Shadow-t. Benji nem tudott elmozdulni a mezőny végéről. Nagyon-nagyon jó iramra váltott egyébként a csapat. Bobby Fischer vezetni tud, egyértelmű támadást még nem tudott kapni, a mezőny végéről pedig Benjit próbálja meg Hajnal Tibor feljebb hajtani, miközben azt láthatjuk, hogy Bosporus N eldobta magát, kiesik a versenyből. Az élen továbbra is ott láthatjuk Bobby Fischert, aki hozzá legközelebb versenyez, a Celerina Bosz. Celerina Bosz próbálkozott egy támadásra, de úgy tűnik, hogy Bobby Fischer le tudja magáról rázni, amikor az utolsó 400 méteren most már bőven belül a mező. Sőt, az utolsó 300-at is elhajtott Bobby Fischer. Celerina Bosz, Firefly Shadow, Benji és Zadar M a sorrend. Tehát nagyon-nagyon úgy fest, hogy megint csak a helyezésekért hagy küzdelmet majd Bobby Fischer, mert hiába hosszú táv, most is csak játszik a mezőnnyel a bucsóistáló 5 évesen. Bobby Fischer 2400 méterre is oktatja az ellenfeleket. A végét nem bírja Celerina Bosz, óriási csata alakul ki. Az ezüstérbe kért jön kívül Benji, ő lesz majd a második. Bobby Fischer a nyerő, Benji mögött visszajön. Visszajön a harmadik helyre Celerina Bosz, úgyhogy negyedik lesz majd Firefly Shadow, ötödik pedig Zadar M. 2. Start. Első neki futása eljön a nap utolsó futamának, a Dolores Handicapnek a startját. Nem lehet azt mondani, hogy Benedek Men megtartotta volna 20 méteres előnyét, mert mire tulajdonképpen lábon van, addigra utól is érték a többiek. Bent a falon aranyérem, kívül pedig Delis és Dizájn próbálja rögtön szorongatni az érő forduló Benedek Ment. Mögöttük Zimezumék is megérkeznek már, megérkeztek volna,
legalábbis Zimmezum az elugorja magát, úgyhogy ez a mini mezőny, ez tulajdonképpen öt főse olvad, Zimmezum legalább 40 métert veszít ezzel a galoppal. Benedek már azért most már talpon van, és visszaveszi a vezetést aranyérmem. Delicious Design kiragad, mert a kismezőnyben is a második spúrba. A szépen jönnek a többiek, egészen pontosan Anikó és a favorizált Solti Csabi. Benedek már előnye az első egyenesben. Nagyjából kettő hosszasra tehető az üldözőkkel szemben, aranyéremem. Most úgy tűnik, hogy kijön majd a második spúrba, és talán meg is közelíti majd a vezető lovat. Bent a falon a helyére majd Anikó fog felzárkózni, Delicious Design a közeli negyedik, a mini élmezőny végén pedig a favorizált Solti Csabi. Gyakorlatilag öten vannak versenyben, tehát az elsőségért változás több száz méter óta nem történt, azaz Benedek Men, aki 20 méter előnnyel indult a többiekkel szemben, tudja tartani vezető pozícióját, kívül mellette aranyérem M, bent Anikót láthatjuk, Delicious Design is jó pozícióban van, hiszen aranyérem M hajtójának hátára igyekszik rányomni Kárai a lovát, bár utóbbi egy kicsit megszaladt hozzá képest, úgyhogy ott a külső spúron szépen lassan elindul, és most már fej-fej mellett versenyez Anikóval, sőt el is ügetett mellette, megindítja tehát a támadását a vezető Benedek Men ellen. Benedek Men belül, kívül pedig ott láthatjuk aranyérem Emmet, aztán ismét egy páros Anikó, illetőleg Solti Csabi kettőse iparkodik, közelítenek az utolsó kanyarhoz, és aranyérem M gyorsabbnak tűnik, viszont a belső spúr az Benedek Meni, aki lereagálja ezeket a támadásokat. Viszonylag közel egymáshoz öten, még azért Delicious Design is azt látom, hogy versenyben van. Aranyérem, minthogyha kezdel egy kicsit fölénybe kerülni, Benedek Mennel szemben, mögöttük Anikó frissen jön, de kicsit be van zárva, Solti Csabi is indított majd egy komolyabbnak tűnő támadást, a finisre fordulva, aranyérem középen most már egyértelműen előrébb van, mint Benedek Men, jön azonban Solti Csabi, aranyéremem Solti Csabi, és most már Anikó az első három helyen, 100 méter van hátra, aranyéremem egyelőre még vezet Solti Csabival szemben, Solti Csabi azonban próbál rá még egyszer rájönni, aranyéremem van Solti Csabi, jön Solti Csabi, Solti Csabi, Solti Csabi a célban pont előrébb, mint aranyéremem. Harmadik lesz majd Anikó, messze tőlük végül Delicious Design és Benedek Men. És start elindult a nyeretlen kétélesek verseny 1100 méteres távon. Skydancernek kicsit talán gyengébben sikerül az indítás, illetve Mr. Castillo Twistert is lovagolni kell, aki pedig a legjobban kezd a favorizált Százados Úr. Százados Úr mögé lassasken felzárkózik most már a talpon lévő Mr. Castillo Twister, bent a falon ott látom Alibit is egy-két hosszal vezető lovak mögött, és kívülről a remek is remekül jön olyannyira, hogy átveszélt meglátóval egyetemben a vezetés, Százados Úr pedig visszacsúszik oda a harmadik, negyedik hely környékére. Meglátó a versenyben futott kanca, egyelőre egyértelműen előrébb, mint a többiek mögött, egészen közel látom Százados Úrt, kívülről pedig jön a két istálotás, Alibi és a remek páros, a négyes szinte teljesen együtt vannak, amikor 300 méter van még hátra a futtam, egészen pontosan a 400-as táblát hagyták el, és Százados Úr jön vissza a versenyben, visszaveszi a vezetést. Alibi az, aki támadja. Százados Úr, Alibi, meglátó is remek, egyelőre a sorrend, a távoszlopon belülre érve. Százados Úrnak van egy hossz előnye, sőt most már kettő Alibivel szemben, meglátó, illetve remek csatáznak a bronzéremért. Favorit győzelemmel indul a nap. Százados Úr, az Írimport megnyeri a futamot méghozzá könnyedén kézből, mögötte Alibi a második, meglátó a harmadik, remek szoros negyedik lesz majd, messze tőlük Mr. Castillo Twister és Skydancer. Start elindult az 1100 méteres Bonta Ferenc emlékverseny handicap, Dante Poklo és Ron Ripley forward ott a belső starthelyekről egészen jól kezdtek, és egyelőre abszolút dominálni tudnak mögöttük First Girl, illetve a Princess Passion színei tűnnek föl, Soriano is ott van bent a falon, kívülről pedig Szegfű van zárkózóban, Csokító STS egyelőre kicsit úgy tűnik, hogy sokat megy kívül. Akkor, amikor eléri a mezőny a kanyart, akkor Ron Ripley forward egyértelműen átvette most már Dante Poklótól a vezetés, mellé pedig kívülről Princess Passion fog felzárkózni, First Girl is jól tartja magát. Aztán érkezőben van Joaillier, mellett ugye Szegfű, Hortenzia, Dante Pukla, pedig folyamatosan próbál azért visszatámadni. Soriano az, aki visszacsúszik a sor végére, egészen kívül pedig Tormenta Pulpit igyekszik támadásba lendülni. Ron Ripley forward vezet, sőt, két-három osz az előnye most már Princess Passionnel és a idekező Dante Puklával szemben. Elindul egyértelmű, most már First Girl, és nagyon jó versenyt fut Joaillier is kihagyása ellenére, a messzességben pedig Csokító STS igyekszik zárkózni. First Girl támad, Ron Ripley forward azonban egyelőre még előtte van, de van még hát a 100 méter. Joaillier is elindul óriási lendülettel Ördög Alennel, az utolsó 50 méteren Joaillier kívülről mindenkit leterít, és ide első versenyében győz. Joaillier a nyerő, First Girl lesz a második, a Ron Ripley forward visszacsúszik a harmadik helyre.
És tart el is indul az 1400 méteres Keszthelyi István emlékverseny handicap. Salvador Dari, egyik friss nyerő, kezd nagyon jól és egyelőre vezet nagyjából fél hosszal Pokkómióval szemben. Salvador Dari, Pokkómió és X-Men jelenleg az első három bent a falon. Rém Király is remekül tartja magát a sor végén, nem kiszakad a nagyjából egy hosszal. Kecs még galoppozik, amikor a mezőny most már az 1100-as táblát is el fogja hagyni. Salvador Dari erősen fogva kézből, könnyedén tartja vezető helyét a favorizált Pokkómióval szemben. X-Men is frissnek tűnik, de a többiek is közel vannak. Bent a falon Rém Király, és Kesmének tovább is egy kicsit talán azért üldözni kell a többieket. Két hossz hátrányból kezdi majd meg a verseny utolsó, most már csak 700 méterét. Salvador Dali még mindig az élen. Salvador Dali mögött bent a falon Rém Király, mellettük pedig Pokkómió galoppozik nagyon-nagyon jól. X-Men is sokkal jobb versenyt fut, mint legutóbb. Nincs igazán változás a sorrend tekintetében akkor, amikor a minimezőny már a befutóra fordul. Jön az utolsó 500 méter, most már azért Salvador Dalit lovagolni kell. Pokkómió szemre, mint a könnyebben jönne nála. Rém Király is jól jön, de egyelőre még csak majd keresni fogja az útját. X-Men megy visszafelé, jön viszont a helyére fel. Catch me! Jön a verseny utolsó 300 méterre. Pokkómió most már az élen Salvador Dali, ezért nagyot védekezik, ott van a második helyen. Catch me pedig elindulni látszik. Rém Király is ott lehet a dobogón. Catch me jön, Pokkómió védekezik, Catch me vagy Pokkómió, Pokkómió belül, Catch me támadja, Pokkómió vagy Catch me, Catch me előrébb van most már, és Catch me ráduplázik a múltkori győzelemre, Catch me! Pokkómió, Rém Király az első három, közel volt Salvador Dali és X-Men is. És tart, elindult a nap negyedik futama, Sejbár József emlékverseny handicap sprinter állt be utoljára, és ugrott ki nagyon gyorsan a gépből, de 200 méter elteltével Sugar Bird átveti majd tőle a vezetés. Sugar Bird, sprinter, Barbarian Blue, Hajnalmadár, egyelőre a sorrend, Frangipán is egészen jól tartja magát, Gospodár egyelőre, ott az élmezőny második felében egy-két hosszal követi a vezető lovakat, a legnehezebb helyzetben Keszkenő van, egy a 6-8 hosszal ki van szakadva a többiekhez képest. Sugar Bird hozza a lovakat, majd a kanyarra mögötte sprinter és Hajnalmadár párosa, illetve ott van harmadik spurban Barbarian Blue, szinte a pálya közepén pedig Frangipán igyekszik egyre inkább feljebb, Gospodárral még vár Georgiev, ott van a hatodik hely környékén, és most már egyébként Keszkenő is megérkezett és csatlakozást talált. Jön most már az utolsó, nagyjából 500 méter, egyelőre Sugar Bird vezető helyét nem nagyon veszélyeztetik, bár szép lassan Frangipáni felfejlődik majd mellé. Sugar Bird, Frangipáni, Hajnalmadár, Gospodár elindulni látszik, Barbarian Blue megy visszafelé. Keszkenő is most már csatában lehet a helyezésekért. Elég komoly tumultus a vezetőló mögött, Sugar Bird előnye pedig még mindig kettő hossz, amikor már csak 300 méter van hátra. Sugar Birdnek talán majd Gospodár a favorit lehet az ellenfele, de egyelőre Sugar Birdöt nem igazán tudja még ő sem megközelíteni. Keszkenő jön fel a harmadik helyre, 100 méter van még hátra, Sugar Bird, Gospodár, és Keszkenő most még a sorrend. Sugar Bird haza fog érni, idei hatodik versenyében megszerzi az első sikerét, Sugar Bird suták csengével győz, Keszkenő lesz majd a második Gospodárral szemben. Start, elindult a nap ötödik futama, a Gutai János emlékverseny. Kicsit talán vegyesen indult a csapat, Szilénusz, illetve Noci Széből kettős az, aki gyengében tudott elrajtolni. Cenzor viszont már ott van a falon és vezet, de hát mellett azért legalább hárman vannak nagyon-nagyon közel. Többek között Surprise of Devil, egészen kívül Nightingale is remekül kapta a startot, és Brownie az, aki még az élmezőnynél tart. Két-három hossza mögöttük jönnek az üldözők, Kuba, Libre és Aristoteles vezetésével. London újabb két hosszal, majd pedig Snowhawk színei látszanak. A mezőny most már elhagyta az ügető átjárót, és Cenzor továbbra is diktálja a tempót. Cenzor mögött Kubalib, mellettük pedig Surprise of Devil, illetve Brownie kettőse, illetve hármas, egészen kívül Nightingale, zárkózóban Aristoteles, és London is abszolút lőtávolon belül van, a folytatásban pedig még mindig Snowhawk az, aki meg tudja előzni két ellenfelét, Noti Szébőt, illetve a gyengében kezdő Silenust. A kanyar közepén sincs változás, a mezőny eleje és vége azért nincs olyan nagyon messze egymástól. Cenzor előnye nagyjából másfél oszra tehető Kubalibrel szemben. Cenzor, Kubalib és Brownie az első három, majd kézből jön London, London mellett ott van még mindig Nightingale, Aristoteles próbál közelebb jönni, bent a barrier mellett pedig Surprise of Devil is egészen jó pozícióban. A finishre fordulva, Cenzor előnye tovább és legalább egy hossz Londonnal szemben. Cenzor, London, Kuba Libre egyelőre úgy tűnik, hogy jó futnak a favoritok. Snowhawk indul el a háttérből, elég komoly meglepetése. London most már úgy festi az utolsó 200-as évre, átveszi a vezetés kívül, azonban Aristoteles én óriási lendülettel. London, Cenzor, Aristoteles és Snowhawk, Snowhawk óriási zárkózik. Snowhawk belül, London pedig közé. Éppen kívül Aristoteles, jön Snowhawk, Snowhawk vagy London, London vagy Snowhawk, Snowhawk, Snowhawk a célban Londonnal szemben. Aristoteles a harmadik.
start elindult a Németh Ferenc Emlékkupa második idei futam, elég nehezen tud csak lábra kapni a két favorit, Észer és Stamira abszolút a mezőny végén, Mazsoret pedig elmegy vezetni. Mazsoret Sudoku egyelőre az első 2-3-4 hosszal mögöttük próbálkozik Rivizli az árkozással, most már azért lábra kap Észer és óriási lendülettel igyekszik a vezető páros üldözésére indulni. Kriminális mögött pedig Stamira is most már azért el lehet mondani talán, hogy versenyben van. Mazsoret diktálja a tempót, két hossz az előnye akkor, amikor az ügető átjárót fogja majd elérni a társaság. Mazsoret, Sudoku, Észer egyértelműen az első három, aztán a folytatásban most már talán Stamina fog felzárkózni oda negyedik helyre. A barrier mellett Kriminális, a pálya közepén pedig Rivizli igyekszik csatlakozást találni. Akkor, amikor most már csak az utolsó 800 méter van hátra, azért összességben egészen jól együtt még mindig az egész társaság. Mazsoret pedig egyre inkább szalad rá, mint Sudoku, mint pedig a folyamatosan zárkózó Észer. Észer kívülről és a kanyarhoz érve felér most már a vezetőló mellé, talán, bár azért elég komoly térvesztességgel fut. Stamin is egyre közelebb most már a vezetőkhöz, a két minisúlyú lónak viszont egyre nehezebb a helyzete, hiszen a sor végén csak Kriminális és Rivizli. Hárman szinte fejfejt fordulnak az egyenesre, a barrier mellett van útja most már Sudokunak. Sudoku, Mazsoret és Észer az első három, Észer jön egyértelműen legkönnyebben ebből a trióból, és most már Stamin is bejelentkezik legalább egy jobb helyezésért. Sudoku bent a falon Stamira, illetve Észer, Mazsoret talán, aki ki fog esni ebből a küzdelemből. A távozprophoz érve Sudoku és Észer. Észer van itt kívül belül Sudoku, közöttük pedig Stamira el fog sétálni mindenki mellett. Éles virággal jön a végén Stamira. Harmadik lovaglása idén és a harmadik győzelme Éles virágnak. Ezúttal vendéglovaglás Staminával, József Rozival idomítottja. Stamina nyeri a futamot, Észer a második, Sudoku a harmadik. Mazsoret lesz majd a negyedik, aztán fejfejt jött Rivizli és Kriminális. Start elindult a Janek Gíz emlékverseny handicap, egy szabad felállítású verseny, egy picit szvicikú, mint hogy ágaskodott volna az indítás pillanatában, hogy párhozt ezzel elveszi. Zerékó és Nebáncs Virág kettőse jól kezdett, meglepetés is hamar talpon van, illetve Orhalkitos visszavettek rövidre egyenest pályára, ő is kimondottan jól van versenyben, sőt talán ő galopozik a vezető Nebáncs Virág mellett, amikor most már túl van a mezőny az első 400 méteren. Nebáncs Virág, Orhán meglepetés, Obahara, szvicikú, Zerékó. A sor végén pedig Csincsin, akinek azonban a hajrája várhatóan megint legalább annyira erős lesz, mint legutóbb. Lassan-lassan fél távhoz érünk, és Nebáncs Virág mindig diktálja a tempót, van egy hossz előnye. Szvicikú szépen zárkozik, most már közvetlenül ott van mögötte. Orhán is egyre inkább vegy föl most már a vezetőló mellé. Obaharát is versenybe fogja most már dobni a trénere. Szvicikú, Nebáncs Virág, Orhán szinte fejfej mellett jönnek. Obahara is ott van nagyon közel, de Szvicikú, mint hogyha vezetne. Szvicikú, Nebáncs Virág jön vissza. Szvicikú, Nebáncs Virág, Obahara, illetve Orhán, Nebáncs Virág, Szvicikú, illetve Obahara, Nebáncs Virág egyelőre vezet, Obahara támadhatja az utolsó métereken, Nebáncs Virág vagy Obahara, Nebáncs Virág kétszer volt második, most viszont nyer, Nebáncs Virág, Obahara, Szvicikú az első három helyen, Orhán lesz majd a negyedik, aztán jönnek a többiek, Csincsin vezetésével mögötte jött Zerékó és meglepetés. Start elindult a nap 8. futama, a nyeretlenek versenye, 1900 méteres távon kényes és szoláris jól kezd, mellettük azért Alcánsz az egyik favorit és kitűnő startot tudott venni, Szolisztot látom még, ez a Delikátot a frontban, a két favorit közül mind a ketten azért az első helyen belül egyelőre. A sor végén páros hátra, mert egyelőre Szamos erőtte galatkozik Outback Opál, valamint ott van Tájer és Kalien is a hátsóbb régiókban. A tempó azért olyan erős közepesnek mondható, úgyhogy viszonylag széthúzódik a mezőny akkor, amikor most már a túloldalra fordulnak, és egyelőre Szolár azért jól tartja magát. A favorit Alcánsz a harmadik, a Delikát pedig továbbá is az ötödik. Remekül jön egyelőre azonban előtte a két istálótárs, és egyre inkább kezd azért megnyúlni a társaság. Vezet még mindig Szolár, mögötte kényes színei látszanak, szép lassacskán Alcánsz, úgy tűnik, hogy fel fog fejlődni melléjük, mögéjük, Delikát is továbbra is nagyon-nagyon közel. Picit talán Szolisz kezd fáradni, megy visszafelé, a helyére Pán Péter fog megérkezni. Tajra, Kalián még mindig egyelőre hátul Szamossal egyetemben. Szép lassan most már a kanyarhoz, hogy elér a mezőny, ugye Szolár, illetve a mellette galopozó kényes mellé felmegy Alcánsz és Delikát párosa, tehát a két istálótárs egyelőre nagyon-nagyon jó versenyt fut. A vezető kvartethez pedig nem igazán tudnak most még közelíteni a többiek, talán Tajra Georgievvel az újonc az, aki még valamiféle veszélyt jelentett, meglepetése néhányan azért kicsit talán gyengébben futnak. Elsősorban Demon Slayer, aki borzalmasan messze van a kanyar közepén jár szinte. Alcánsz egyelőre úgy tűnik, hogy ezt a
versenyt meg fogja majd nyerni, favorithoz méltó módon elköszön Delikát, ahogy vártuk az ellenfelet, azonban Alcansa Delikát a harmadik helyre tájra, vagy Szamos zárkózhat fel. Szép küzdelem van kibontakozóban, mert Delikát támad, Alcansa azonban egyelőre vezet, legalább egy hosszal előtte jár. Alcansa Delikát, Szamos, illetve tájra csatáznak majd a bronzért. Alcansa Göncére Bekával elő van, és a nap utolsó futamában az ecsedi istálló győz, Alcansa a nyerő. Delikát lesz mögötte a második, Messi távolban, Tajra harmadik, Szamos a negyedik, aztán Szolár vezetésével jönnek a többiek.